Üdvözlet mindenkinek! Április vége felé járunk, gyönyörű napunk van. Hát lassan egy hete nem voltam kinn a diósba, és sajnos így le is maradtam a tavaszi lemosó permetezésről, ugyanis a fák így néznek ki. Akartam egy részkén olajos lemosást, mert ősszel is elmaradt, tavasszal is elmarad ezek szerint. Na de mindegy, majd a természet megoldja, úgyse akartam én hülyére permetezni mindent, viszont ja, most a kényszer is így hozta. Hát igen, elindultak. Egyetlen egy probléma jöhet, az pedig az, ha egy komolyabb fagy, sőt igazából nem is kell komolyabb fagy, mert két évvel ezelőtt volt egy enyhe éjszakai fagy, valamikor május elején, hát és az gajra verte a diót, az azévi diót, reménykedjünk a legjobbakban. De nem is erről akartam most beszélni, amellett, hogy megyek egy kört, én is szétnézek, meg nektek is megmutatom, mi van. Itt vannak szépen a porzók is. Én direkt a telepítéskor nem raktam úgy porzót, hogy szélirány, meg odafigyelve erre, viszont van elég porzó, meg hát azért a diót azt a környezetből is mindig beporozzák, tehát ettől nem kell félni. Az enyém ráadásul egy kicsit késői is, ez a Szent Iványi 117-es. Na, de akkor a lényeg, amiről akartam beszélni, körülbelül két hónappal ezelőtt feltöltöttem egy videót arról a szerről és technológiáról, amit én használok a dióburok légy, nyugati dióburok fúró légy ellen, hogy hivatalosak legyünk. A lényege röviden, de berakom ide a leírásba a linket is, akit érdekel, nézze meg, akinek van diója vagy problémája, vagy találkozott ezzel, nézze meg, mert érdemes, szerintem. Tehát, ami a lényeg ennek, az, hogy most már második éve, ha jól számolom, egyáltalán nincsen dióburok fúrólégy kártételem, ennek a technológiának és ennek a szernek köszönhetően. Előtte azért volt, tehát azért folyamatosan, aki most éved ide a csatornámra, az, ha visszakeresi a régi videókat, akkor látja azt, hogy folyamatosan nagy részt a dióról vannak videóim, emellett van egy pár kirándulós, van szerelős, meg ez az amaz, barkácsolós, de nagy rész a dióról van videó. És itt látszik azért az, hogy mielőtt elkezdtem használni, vagyis hát hogy úgy mondjam, tökélyre fejlesztettem ezt a szert, és ez most nem nagy képűségből mondom a tökét, úgy értem, hogy 100%-osan működik, én ezt tökéletesnek hívom. Előtte nekem is, tehát volt olyan dióm, amiben hemzsegtek. Tehát én nem akarok hazudni, meg lehet számolni, de 10-20 nyű is volt. Úgyhogy most sikerült ezt megoldani. Na, visszatérve arra a videóra, amiről elkezdtem beszélni két hónappal ezelőtt feltöltöttem, link itt lesz a leírásban. Ebbe egy felhívást tettem közzé, hogy akinek problémája van ezzel, és vállalja azt, mert ez egy termékfejlesztés lenne a részemről, vállalja azt, hogy információt szolgáltat vissza, annak én is tudok ebből az anyagból juttatni. A leírásokat e-mailben, az is itt lesz a leírásban, el tudom küldeni, hogy mi a pontos technológia, mi a keverési arány, mire kell figyelni, stb. Hát rendkívül nagy volt az érdeklődés a videóra, ugyanis több mint 30 ezeren nézték meg. Ez számomra az én videóim nézettségéhez képest számít soknak, ugyanis azt hiszem van, mivel több mint 5000 feliratkozón van, tehát ahhoz képest ez egy szép érték. És engem is meglepett, hogy valóban ekkora érdeklődés van rá. Rendkívül sokan írtak, sajnos nem is tudtam mindenkinek adni, azért mert egyszerűen ő már leírta azt, hogy ő nem fog nekem információt adni, adjak el neki ebből az anyagból, stb. Nekem nem az a célom, még egyszer elmondom, hogy ebből az anyagot én értékesítsem, és ebből pénzt keressek, hanem az, hogy ez itt nálam, az én diósomban működik, és kíváncsi vagyok arra, hogy az ország más területein, ahol esetleg hidegebb, melegebb, szárazabb, nedvesebb hely van. Nézzétek, itt is valami kártétel volt, és be is van a fa itt dagadva. Mindjárt ránézünk, aha. Tehát ez egy nagy farontó lepkének volt a járata, ami utána mentem, kiszedtem, hát majd szép lassan be fogja nőni.
van egy kertész, vagyis hát egy kolléga, aki azt szokta mondani, hogy ezt itt meg kell kapirgálni két oldalról, és akkor szépen összenövi a fa. Kipróbáltam, működik, ennél nem csináltam. Tehát, visszatérve az eredeti témához, szóval, hogy mindenhol működik ez, de ezt csak úgy tudom leszűrni, hogyha ha valóban kapok vissza információt arról, hogy használtad fel, mi lett az eredményed, mi a észrevételed. Egy szép bogár, nem tudom mi ez. Szóval van, aki ezt nem vállalta, annak én nem is küldtem ebből az anyagból, viszont azért hál' Istennek, ahogy nézegettem, mert mindent felírtam, hogy ki az, aki kapott belőle, az ország régióit, inkább így mondom, elég szépen lefedi azoknak az embereknek a száma, akik kaptak és kértek belőle, és hogy milyen információ kell nekem vissza. Nézzétek meg ezt is közben. Tehát nem kell itt nagy dolgokra gondolni az információval kapcsolatban, egyszerűen arról van szó, hogy tudjam azt, hogy nálatok mikor jelent meg a dióburok légy, mikor kezdtetek el permetezni, mikor volt eső. Az eső azért fontos, mert egy nagyobb eső le tudja mosni, ezután egy-két nappal újra kell fújni ezt az anyagot, ami egyébként, mint elmondtam, ez egy teljesen természetes anyag, semmilyen káros anyag nincs benne addig, amíg a felhasználás megelőzően bele nem keversz minimális rovarölőszert. Emiatt már nem bio a termék, viszont sokkal biobb, hogy úgy mondjam, mint azok a termékek, ami kizárólag a rovarölőszerrel működik. Tehát az információk. Mikor kezdtél el permetezni? Mennyit permeteztél le? Ha volt eső, lemosta, újra fújtad? Na és természetesen az, hogy láttál-e dióburok legyet, valamint, és a lényeg, ami számotokra is a legfontosabb, az egészséges termés, hogy végre nem azzal kell foglalkozni, hogy fekete a dió, ehetetlen a dió, okádék a dió, mert a burok egyszerűen el van már teljesen így pépesedve a nyüveknek a kártétele miatt. Szóval, ja, gyönyörű időnk van. Dolgozok egyébként, csinálom a két konténer közt a tetőt, valószínű hamarosan arról is lesz egy videó. Nem tudom, hogy innen látszik-e. Megpróbálok ráközelíteni. Ott van, a tetőlécek fenn vannak. Erről is lesz majd egy videó később. Még várom nem ezt. Kicsit meg vagyok fázva, de hát ilyen ez a popszakma. Úgyhogy tényleg arra kérek mindenkit, ha valakit ez érdekel, nézze meg. Vagy ha van barátja, ismerőse. Nekem természetesen pozitívum az, hogyha valakinek egy ültetvénye van, vagy egy több fából álló, úgy mondjam, kis kolóniája van otthon, mert a nagyszámok törvénye alapján értelemszerűen az eredmény is szélesebb körül lesz, mint hogyha valaki egyetlen egy fát akar lepermetezni. És még egyszer, azért mondom mindig, hogy még egyszer, mert nagyon sok mindent elmondok, viszont nagyon jól tudom, hogy kevés az az ember, aki adott esetben megnézi ezt a videót, és régóta követi a munkásságomat, hogy úgy mondjam. Neki azt ajánlom, nézze vissza, mert rendkívül sok információ hangzik el, amit valószínű én most elfelejtek elmondani. Tehát, mit is akartam mondani? Hát nem tudom. Tehát, hogy megpróbálok minden információt átadni annak, aki ezt használja. Én cserébe tényleg azt kérem, hogy ő kizárólag ezeket az adatokat adja meg nekem majd valamikor szeptember végén, október közepén, hogyha meg lesz neki, az se baj, ha írja, mert saját hibámból kiindulva, de ez lehet, hogy csak az én, hogy úgy mondjam, fogyatékosságom. Én is mindent megpróbálok megjegyezni, hát nem mindig sikerül, úgyhogy ez van, de ha felírjátok, akkor az nektek is segít, ráadásul a következő évben is tudjátok azt, összehasonlítva az előző évvel, hogy mit csináltatok, hogy csináltatok. Nektek is egy segítség lesz. Nagyon sokan írtak azzal kapcsolatban, hogy ültetem a fát, milyen raszterban van, különböző kérdések. Ezt, mivel most már kikerült az e-mail címem, az e-mail címen teszik meg sokan, de a videók alatt is érkezik. Én mindig megpróbálok őszintén és a tényeket, igazságokat nem eltitkolva mindenkinek elmondani azt, amit én tapasztaltam, én tudok. Sajnos annak idején, mikor én ezt elkezdtem
én tapasztaltam azt, hogy hát az emberek, nem is tudom, hogy fogalmazok, információirigyek, vagy csak simán irigyek, vagy nem akarok általánosítani, lehet, hogy biztos van, aki rossz indulatú is, és emiatt vagy téves, rossz információt adott, vagy azt mondta, hogy ő nem ad információt. Én ezt is megértem, mindenkinek ez a szíve joga. Én úgy vagyok vele, ha bárki kérdez tőlem bármit, akkor nagyon szívesen segítek. És ez nem ellenszolgáltatásért, vagy még mielőtt bárki azt gondolja, hogy nekem ezért valami kell. Nekem ez az információ megvan, megszereztem, sokszor nehezen, saját káromon tanulva, de ha segít valakinek, hogy nem a saját kárán tanul, hogy úgy mondjam, akkor én már annak örülök. Viszont ez nagyon szépek a fák. Ilyenkor olyan jó körbe menni, úgy örülök neki. Bimbózik minden élet fel, indul a természet. Jó érzés tényleg. Ez az a fa, amit szerintem tavaly ültettem, vagy tavaly előtt abban a hatalmas nagy aszályba. Tavaly. És szép lesz. Azt hiszem úgy van fenn, mert a lányommal ültettem, hogy Funky. Ő nevezte el így a fát. Jó nyurga, majd megerősödik. Na, nem akarom az időt rabolni senkinek, se a videó hosszát húzni. Elköszönök, mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Ja, és még egy fontos dolog, amit mostanában el szoktam mondani, meg lehet el is fogok mondani, hogy ha megteheted, már pedig miért ne tehetnéd, nyomj egy lájkot, légy szíves erre a videóra. Nem kell nekem feliratkozni, nem kell semmit csinálni. Ez azért fontos, mert a lájkok, úgy olvastam valahol, hogy a lájkok befolyásolják azt, hogy a YouTube hova sorolja ezt a videót. Ha nincs rajta sok like, akkor értelemszerűen valahol hátrébb, és adott esetben valakinek, akinek fontos lehet ez az információ, nem kapja meg. Úgyhogy ez nekem is egy segítség, neked nem kerül semmibe. Úgyhogy köszönöm szépen. Sziasztok!